Bár a Siófok elleni hétvégi bajnoki mérkőzésen bicegve hagyta el a pályát Trisztyuk Krisztina, a kisvárdai játékos sérülése nem bizonyult súlyosnak, és a Kecskemét elleni kupameccsen már ott lehetett a kezdőben is. A mérkőzés elejét jól kapta el a Kisvárda, akinél inkább a szélsők dominálták Szamira Rosa és Orbán Adrián vezérletével. Utóbbi gyorsan el is jutott 4 gólig, majd pihenőt kapott Máté Fiesztertől. A Kecskemét kezdettől fogva emberölőnyben támadott, na nem azért, mert folyamatosan kiállításokkal sújtották volna a Kisvárdát, hanem mert a vendégek kapus helyett mezőnyjátékos hoztak fel a gólszerzés érdekében. A Kecskemét fel is jött 1 gólra, de a várdaiaknak sikerült jobban a félidei hajrá, és 5 gólos előnnyel vonultak szünetre. A második játék részben a kisvárdai előny megtartását nagyban segítette Dzsukeva nagyszerű produkciója a kapuban, a hazai hálóőr ugyanis 9,5 perce lehúzta a redőnyt. Így már 9 gólra is feldúzott a várdai vezetés, a végén ez csökkent ugyan 1-gyel, de a 8 gólos 27-19-es győzelem is magabiztos továbbjutásról árulkodik. Látszott, mind a két csapat elég komoly mérkőzésből érkezett. A technikai számok, a hibák száma az, nem tudom, az egeket verdeste ezen a mérkőzésén. Tulajdonképpen végig uraltuk a mérkőzést. Mindenki ki tudott próbálni számos játékosnak, aki kevesebbet lehetőséget kap. Aztán végül, ami nekünk fontos volt, tovább tudtunk menni a kupába. A vendégek vezetőedzője úgy látta, csapata fáradtan játszott. Érződött rajtunk az a komoly 5 hét, amin túl vagyunk. Nagyon komoly rangadókat játszottunk. Hosszú út volt a mai, látszott, hogy fáradtak vagyunk, rossz döntéseket hoztunk, és hát egy kiváló csapat ellen játszottunk. Hát sajnos ez így alakult, nem áll meg az élet. Folytatjuk ugyanazzal a mentalitással. Most pihenünk egy nagyot, 4 nap pihenünk lesz most, van mit kipihenjünk. A Kisvárda győzelmével a legjobb 8, pontosabban a 10 közé jutott, hiszen a két bajnokok ligája résztvevő csapatot, a Győrt és a Ferencvárost kiemelték.